Na, hello srácok, ma ezt a robotlámpát fogjuk szétszedni, hogy megnézzük, hogy miért nem világít benne a dióda, illetve világít, csak hát ilyen nagyon minimális fényt ad ki magából. Mindjárt megmutatom nektek, hogy mennyi az a minimális. Gyors bepozícionáltam. Na, látjátok? Szóval ennyi. Ez nem egy nagy eresztés. Aztán most az lesz, hogy lehet, hogy rádugom egy vezérlőre. Bár hiába dugom rá a vezérlőre, mert vezérlőm volt, és akkor se adott több fényt, meg ugye most autóprogramra állítottam, hogy a max fényerőt tolja ki magából, de nem. Úgyhogy leveszem a kabátját, és megmérem, hogy a diódához jön-e feszültség, bár van egy olyan sanda gyanúm, hogy az lesz a nyűgje, hogy nem jön elég távfesz a ledhez, és ezért nem akar működni, de mindjárt kiderül. Van itt egy másik, egy donorgép, és hogyha bármi kell, az egyébként működik, csak azt meg nem lehet bekötni a DMX körbe, mert az meg meghűl, elkezd rángatózni össze-vissza, és annak még nem jöttem rá a hibájára, de az így itt is maradt ilyen donorgépnek. Nézem csak, hogy férek hozzá a legegyszerűbben a ledhez. Talán úgy férek hozzá, hogy ezt itt kitekerjük. Azt nem tudom, mert még ennyire én se szedtem szét, hogy a ledet még nem babráltam eddig. Vagy innen szedjem le? Sőt, nem is innen szedem le, mert akkor így ki tudom buktatni ezt az egész részt. Ha jól látom. Aztán majd úgy is kiderül, hogy mit nem csináltam jól. Na, időközben hoztam még egy kis fényt, mert se én nem látok, meg gondolom, ti se túl sokat láttatok, mert hogy ez a fekete cucc, ez baromira elnyeli a fényt. Nagyon be kéne már ruházzak softboxra, hogy ne kelljen ilyen mindenféle általam tákolt LED csíkokból összerakott fénnyel baszakodni. Aha, nem is csalt az elméletem, ez így lejön egyben. Ja. Jó, rövid a kábel, hogy még véletlenül se tudja még kifordítani. De ha minden igazság, itt is van benne négy csavarunk, és talán ez a fémkeret lejön róla. De ez megint csak egy találgatás, mint olyan. Na, kell egy kisebb szerszám. Lesz valami. Csak nem nagyon akarom cibálni ezt a vezetéket, mert ha kitépem a helyéről, az csúnya lesz. Nem fér ide a csavarhúzó? Hogy? Jó. Na, nézzük, hogyan jön szét a téma. Jó, már mindjárt jók vagyunk. Ki kell ezt a két csavart is bontani. De betyár. Nem tudom, mondtam-e, ez a Jobbik fajta 60 wattos lámpa. Nem az olcsóbbik, az olyan 35 körül van ennek a lámpának darabja. Na.
Ajaj. Ez úgy ide van szorítva. Hú, de féltem, hogy beleszakad. Na, azt már akkor lehet új menetet fúrni, meg tököm tudja, az már kilódás. Elvileg, ha jól emlékszem, ennek 36 voltról kéne, hogy üzemeljen. És mindjárt jó, megmérjük, hogy jön-e ide feszültség. Tehát látszik, hogy ott van benne a dióda. Amúgy nem egy nagy eresztés, nem? Szóval, hogy így az ember nagyobbra gondol, mikor azt mondod, hogy 60 wattos robotlámpa, és akkor van benne egy, hát mit tudom én, kis újkörömnyi dióda van benne. Aha. Valami történhetett, mert hogy ez az üvegrész az elejéről, ez így le is vált. Kis lencse. Még ez a kis üveg, ami lejött. Na, hozok egy műszert, azt jó rámérünk, hogy mi a kotta a gettóba. Na, dugjuk be, aztán mérek egyet. Mi a tosz van? Ja, nem bírta elfordítani a gombó tárcsát, és addig nem volt hajlandó semmit se csinálni. Jó, na, álljál meg! Gyors, kikapcsolom a programját. Nyughass már te! Na, így, hogy levettem a lámpát, így látszódik, legalábbis én látom azt, hogy ti látjátok vajon? Na, hát ott valamennyire látszódik, hogy így sejlik az a dióda. Na, és akkor mérjük meg, hogy mennyi az annyi. Aha, ide jön tápfesz. Mi ez az ingadozás? Figyeljétek a műszert. Mi történik? Tizenhat volt. Na jó, mivel hogy nem vagyok hülye, hogy mindent tudjak, így megfogjuk a donorgépet, őt, azt jó, megmérjük, hogy ide hány volt jut. Jó, meg hozok egy vezérlőt, hogy ne csináljunk magunkból hülyét, és akkor azon feltolom a dimmert, hogy biztos legyek benne, hogy van fényerő. Na, szétkaptam ezt a lámpát is. Biztos, hogy valami történt a másik lámpának a leddjével, mert erről nem jött le az a kis üveglap, ami a másikról meg igen. Na, de jó, hogy így akarsz pozícionálni.
örülök. Na. Gyújtsuk be a leggyit. Ah, működik maga a lámpa. Most itt egy vezérlővel basztatom oldalról. Na nézzük, adjunk neki egy kis feszültséget. Rámérek mondjuk ilyen negyed. Negyed, alig van rajta egy pici fényerő. Úgy a pokoli erős, nem látok semmit. Úgy elvakít, hogy nem látom, hogy hol kell mérni. Pedig éppen, hogy megmozdítottam a dimmer potit. Aha. És már itt van 25 volt. Feljebb tolom. Azt a pokoli erős. Hát komolyan mondom, nem látom, hol mérjük. Érdekes, hogy így meg 27 volt. Jó, kiesik tőle a szemem. Szóval ez így 27 volt. Jó. Akkor rádugom a másikat is a vezérlőre, és megnézzük azt is, hogy azzal mi a helyzet. Csak beállítom ezt is 001-re, az egyszerűség kedvéért. Ne felejtsem el, hogy hanyasom volt. A fejjel lefele van a kijelzője. Nyugodj már le! Ez 67-en van. Akkor a 67-et azt most átlőjük szépen. 001-re. És akkor megnézzük, hogy működik-e a pan meg a tilt. Nem igazán. Na, miért nem akarsz működni? D001, akkor mi bajod van? Na végre. Fordítsd be segít. Na, adjunk rá egy kis fényerőt. Látjátok azt ott? Látjátok, ezt elfordítom én. Ez a maximum. És akkor megmérjük, hogy milyen ide. Itt fura is ez a LED, mint hogyha szét lenne itt égve. Nézzétek csak, válik le a ledről ez a fehér réteg. Közelebb viszem a telefon. Leválik a ledről ez a fehér réteg. Na, fókuszálj már. És ahol levált a réteg, ott kék színűre változik a led. Na, meg tudom mutatni? Nem igazán. Tehát, hogyha ezek a négyzetek, na itt most látszódik, tudom, hogy homályos, de látszódik legalább, hogy itt ezen a részen levált ez a rész róla, és kékké változott. De egyébként a dióda közepe sem üzemel, szóval
Most megmérem azt, hogyha lekötöm a tápot, akkor mennyi feszültség jön ide, mert elképzelhető, hogy sokat eszik a dióda, és beterheli a tápot. De ez csak egy ilyen kósza ötlet volt. Sőt, egy nagy fasság, mert rám értem most, és 39 voltot mérek. Ugye ennek 36 voltos tápja van elméletileg. Én úgy tudom, hogy 36 voltról kell, hogy menjenek ezek a diódák. És ugye most 39 volt, mert nem fogyaszt semmit a dióda. Mindjárt átpattintom a másikból a ledet, és van egy olyan sanda gyanúm, hogy működni is fog. Amúgy nézzétek, meg nemrég takarítottam az eszközt. És bazd meg, újnyi por van rajta. Mondjuk olyan helyen van, ahol fapadozat van. És az nem segít ezen a dolgon. De mindegy, természetesen majd ezt hát szépen kitakarítom, mielőtt összerakom. Csak most ezt a diódát kiszedem, és átrakom a másikba. Ez biztos, hogy megégett. Ez 1000%, hogy meg van égve. Nem tudok ide valahogy fényt csinálni, hogy na, így talán látszódik. Hogy ahol levált diódáról az a réteg, ott kékre elszíneződött. És képzeljétek el, hogy az új LG TV-knél ugyanez a hiba jön elő, hogy fehér háttérnél, amikor fehér képtartalom van, akkor kékké változik a fehér szín a tévén, és azért, mert azokról a ledekről is, amik a háttérvilágításban vannak, ugyanígy leválik az a réteg, és ilyen kék színűvé válik. Látjátok, így tudom felszedni. Innen is, onnan is, így szépen jön fel. Na jó. Leforrasztom a ledet, kiveszem a másikba, és akkor kipróbáljuk. Na, srácok, átcseréltem a ledet. Még csak úgy ott lóg kint, még nem raktam vissza a bordára, mert én se tudom, hogy jó lesz-e vagy sem. Úgyhogy nézzük meg. Kíváncsi vagyok. Működik a sztori. Nem akarom most nagyon meghajtani, ugye, mert nincs rajta a bordán. Úgyhogy ki is húzom. Aztán visszacsavarozom a bordájára, hogy legyen rajta hűtés. Meg megnézem, hogy milyen ez a hűtőpaszta itt. Hát ez gyakorlatilag semmilyen. Ezt letörölöm, és újra pasztázzuk. Na, hoztam pasztát. Most nekem ilyen Noctua van. Én ezt szeretem. Ócsó, oszt jó. Ezt letöröljük innen a pöcsbe. Így. Nyomunk ide egy hangyafaszányit. Tényleg nem sokat. Csak annyi feltétlenül szükséges, hogy szépen elterüljön. Így. De nyilván megnézem. Ráteszem a diófát. Így. Na most már kezd vicces lenni, hogy kicsi a hely. Rövid a kábel, és így kéne ezt megoldani valahogyan. Így, meg is húzom. Baromira kell vigyázni, mert rohadt könnyen felszakad a fólia. Itt már látszik, hogy el is kezdett az enyészet útján elindulni, úgyhogy ezt nem is engedhetem el többször, mert azonnal leszakad róla a vezetőfólia. Úgyhogy ezt innentől kezdve baromi óvatosan kell összerakni. Na, szépen kinyomta körbe a pasztát, úgyhogy biztos jutott alá elég.
Oksa. Akkor visszarakjuk ezt a lemezkét, ami a kábeleket rögzítette. Így valahogy. Oh-oh. Na hát ettől féltem. És be is következett, amitől féltem, hogy leszakadt a vezetőfólia. Innentől kezdve ez a ledeszkuka. Jó, leszakadt a másik is, nagyszerű. Gyakorlatilag az eddigi munka az így veszett kárba most. Mert hogy az egyetlen led, ami volt, az most így tönkre is ment. Ugyanis ez már ilyenkor javíthatatlan, hogyha leszakad róla felvált a fólia. És így eltűnt róla a vezetősáv. Most azt még megpróbálhatnám, hogy üvegecsettel itt megtisztítom. És talán meg lehet menteni. Kipróbálom. Na srácok, adtam még egy életet ennek a lednek, de ez már tényleg az utolsó neki. Megtisztítottam ott a leszakadt sávok mellett. És akkor kaptam egy új felületet, de ez tényleg ez az utolsó, ez már nincs több ebben a ledben. És... működik a sztori, úgyhogy most már óvatosan összerakom. És akkor talán most már működni fog a téma. Na, de hülye vagyok, hogy előbb a vezérlőt húztam ki. Na mindegy. Na, killódjuk össze. De olyan jó, hogy ennyire rövidre hagyták ezt a vezetéket, hogy szinte semmi szabadság nincsen szerelni, mert azonnal téped le a vezetéket, töröd le a forszemet. Szóljatok, hogy ti meg semmit nem láttok az ég egyet a világon, mert én nem szóltok. Most úgy őszintén. Én nem szóltok. Na. Nézzük csak. Ja. Próbáljuk már meg nem letörni a forrasztást, jó? Jó, van, belenyúltam a hővezetőpasztába is, fasza. Szeretem. Így, né? Csavar. Most valahol elhánytam a lednek a csavarjét az előbb, mikor kivettem, most meg azokat nem találom. De hova tehettem? Agyam nincs, hogy hova raktam el. Azt a két csavart, ez most ennek a lemezkének a csavarjaival fogadtam fel. Hogy is volt ez? Így volt ez. Így volt ez. És ide jöttek ilyen csavarok. Ha jól emlékszem. Úgy visszanézhetném a videót, azt egyből kiderülne, hogy hol voltak a milyen csavarok, mert hogy nem egyforma csavarokkal van szerelve, még véletlenül se legyen jó. Ezért szeretem például a Pioneer cuccokat, mert abban 99%-ban egy méretű csavarok vannak, és tök jó szerelni, mert nem tudsz hibázni.
Bár egyszer Szegedi Tomi cimborám úgy állt egy 1000 MK3-mal, hogy rossz csavart tekert be a helyére belülről, és a jogtárcsa mellett feljött egy csavarnak a vége. Valószínűleg az azért volt, mert valaki már babrált előtte azzal a lejátszóval, és hát nem azokat a csavarokat rakta vissza a helyükre, amiket kellett volna. Ugye jól csinálom, így volt ez. Aha, így lesz ez. Így lesz ez. Akkor ugye, hát de nem tudom még ide forgatni sem, mert már tépi le a saját vezetékét. Most tehermentesíti a ventilátor vezetéke. És akkor ez a baszás jön ide. Ha jól emlékszem. Hogy nem bírt a büdös rizszabáló köcsög egy centit, csak egy centi vezetéket kellett volna ráhagyni, nem többet. Na. Addig fogom rázni, még megint letörik az a rákos vezeték. Na. Tekeredj már bele abba a rákos menetbe. Most így már éjszaka kezd egy kicsit az inger küszömömön túllépni. És ilyenkor már nem vagyok olyan türelmes ezekkel a dolgokkal, mint általában kellene. Jó. Oksa. Ráhúzok még a ledre biztos, ami biztos, hogy jó legyen a kontakt a hűtőfelülettel. Oké, és akkor ide is ilyen fasz csavar jön. Van amúgy ilyen fajta csavar, hogy fasz csavar. Ha bemész a boltba és kész 3 darab 8-as fasz csavart, akkor ilyet fognak adni. Hidd el nekem. Hú, aki ezzel foglalkozik, hivatásszerűen ilyen mondjuk fénytechnikát javít, meg ilyen robotlámpákkal foglalkozik, az most hogy foghatja a fejét? Hű, gyerek szerel itt a földön, letépte a vezetéket, nem ért hozzá, minek nyúl hozzá olyan, aki nem ért hozzá? Amúgy igaza is van. Fasznak nyúlok hozzá, nem értek hozzá? Na valamennyire csak értek, amennyire nagyon muszáj, annyira pont értek hozzá. Na, még mielőtt a kabátját is rárakom, beindítom még egyszer, hogy minden szupere. Meg most így ki tudjuk próbálni akkor full fényerőn a ledet is. Aha. Működik. Tudjátok, hogy mit rontottam el? Én már tudom, de ti még nem. De megmondom. Megmondom nektek már is, hogy mit rontottam el. Szedhetem széjjel megint. Mert hogy a lencsét azt kihagytam. Úgyhogy szépen visszabontjuk. Tehát ezt a nem igazán elhanyagolható alkatrészt hagytam ki a történetből. Aztán meg ment volna a pislogás, hogy miért nincs fókusz, meg huna fényerő. Meg mély homályos. Hát mély, anyádé. Mert a lencsét meg majd anyám rakja vissza. Most abba bízok, hogy ezt így csúnyán mondva ezt ide így vissza tudnám egy cigánykodni. Anélkül ezt az egész hóbelebancot vissza kelljen bontanom, mert akkor megint cibálom azt a hülye vezetéket. De van egy olyan sanda gyanú. Hát, van egy kis szerencsém,
Talán. Ah. Kancsi. Nem, vissza kell bontani ezt az egészet. Jó, ezt a kilódást már nem veszem föl. Na, sikerült visszajátszani azt a rákos lencsét a helyére. Mondjuk az én fasságom volt, hogy nem jött össze elsőre, ugyanis egy hát egy jó negyedórás kilódás után jöttem rá, hogy rossz lukba akartam dugni. De hát gondolom mindenki járt már így, hogy rossz lukba dugta. Hát előbb-utóbb rájön az ember, én utóbb, úgyhogy már úgy voltam vele, hogy na jó, most már nem folytatom, majd holnap megcsinálom. Mert már kezdett fogyni a türelmem, aztán rájöttem, hogy rossz lukba akartam a csavarokat behelyezni. Ezért nem volt megfelelő a furat távolság. De szerencsére tök véletlenül rájöttem. Úgyhogy most már remélem, hogy mindjárt összemegy ez a lámpa. Igen, csak este van, és én meg igen csak korán reggel kelek. Na nézzük, még mielőtt összecsavarozom, még egy próbát teszünk vele. De most már nem is működik, akkor is így marad, már holnap foglalkozok vele, már semmi humorom nincsen hozzá. Szegénynek ki van a ventilje is, na így azért már sokkal jobb lett a fénye. Ja. Jó. Fasza. Azt gondolom, tökre azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Mert hogy van csak szépen kirajzolódnak a gombok. Úgyhogy ezt működőképesnek tekinthetjük. Most szépen megtakarítom, meg rárakom a kabátját, aztán igazából ennyi most az, hogy takarítgatom, nem hiszem, hogy kíváncsiak vagytok rá. De írjátok meg, ha kíváncsi vagytok robotlámpa takarítós videóra, akkor csinálok azt is. Jó, hát ez a lámpa megúszta. Amaz meg sajnos maradt donor most már végképp. Pedig még volt tervben, hogy megjavítom, de... De amúgy megnézem, hogy lehet-e ilyen ledet venni külön, és akkor... Majd lesz valami. Srácok. Ha esetleg valaki nem látott még robotlámpát ilyen közelről belülről, akkor most se fog, mert nem találok fókuszt. Akkor ez M4-en működik. Forgatjuk a színtárcsát. Ott alattól, ahol forgatjuk a dobótárcsát, ott látszódik, hogy forog. De ha átfordítom a lámpa fejét, akkor ott látszódik a dobótárcsa. És ennyi. Na jó, van srácok, erre a videóra ennyit. Igazából ebben már nincs több venti tisztítás, meg a tárcsák tisztítása, aztán kész is vagyunk. Köszi a megtekintést, aztán jók legyetek, sziasztok! Gondoltam, még egy snittet felveszek így a végére, hogy össze lett rakva a lámpa. Meg gyors írtam rá egy ilyen bólogatós programot, hogy lássam, hogy forog-e minden, meg mozog-e minden. De ezt most le is lövöm, alig ha nem. És akkor ott van neki a... Na! Fókuszálj már, esküszöm, hogy felrúgom ezt a telefont. Ott van neki a kis színe. Rakunk rá egy kicsit több fókuszt. Így. Ha nem raktam volna bele azt a kis lencsét, amit kihagytam, akkor ez most full homályba veszne ez az egész sztori. De hála jó Istennek időben eszembe jutott. Úgyhogy erről ennyit. Na, hát így adtunk új életet ennek a kis kínai robotlámpának, aztán ott a másik csóró meg
ki van belezve. Na most már tényleg erre a videóra ennyit, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted. Ha még nem tetted meg, légy szíves, iratkozz föl. Nagyon vágyom az 1000 feliratkozóra, úgyhogy minden jót mindenkinek.